Zelen Tibor átiratában a Sók királynő nem a hó és a fagy tartományaiba viszi magával a kisfiút, hanem a média lelketlen nyomorító személyiséget elferdítő műanyag világába. Látványos erős jelenetek is egy igazi dráma, amit a gyerekek is meg fognak érteni, mondta Merő Béla, a darab rendezője az olvasópróbán. Hozzátette emellett, a legfontosabb központi érzése a színműnek a szeretet, amellyel mindent le lehet küzdeni. A Sók királynő egyfajta kritikája a felszínen csillogó médiavilágnak. Látványos jelenetekkel tarkított igazi dráma, amit a gyerekek is meg fognak érteni, mondta Merő Béla, a darab rendezője az olvasópróbán. Végül is köszönjük, ami a mesének a központi gondolata, a szeretet. Tehát az, hogy mindent le lehet küzdeni, és bármilyen közhelyen, én azt hiszem, hogy ez egyre inkább hiányzik az életünkből, és ez a legfontosabb. A színdarab főszereplőjét, a Sók királynőt Lissé Melinda alakítja. Ez egy nagyon izgalmas szerep pont azért szerintem, hogy ezt jól megformálni, és úgy lenni eleinte szerethető, hogy azonosulni tudjanak vele, és utána pedig pont annyira megtalálni az élét annak, ami már visszatetsző, hogy az ember megriadjon ettől a világtól. Zalán Tibor író elmondta, az általa átírt Sók királynő olyan darab, amely egyszerre szól gyerekeknek és felnőtteknek is. Amikor megírtam a darabot, akkor számomra is az volt a nagy kérdés, hogy ez kinek szól? Gyereknek szól, vagy a felnőtteknek szól, a felnőtteknek szóló figyelmeztetés, vagy a gyerekekért való riadalom. És akkor jöttem rá, hogy valószínűleg mind a kettő, és én annak örülök legjobban, el szoktam mondani, hogy a gyerek darabjaim mind ilyenek, hogy ugyanúgy élvezi a felnőtt, és ugyanúgy élvezi a gyerek. Nem gyereknek gügyögök, és nem felnőttnek filozofálok, hanem olyan darabot igyekszem írni, amikor a gyerek is jól érzi magát, a felnőtt is. Weber Kristóf, Zalán Tibor a Sók királynő című zenés mesejátékának bemutatóját november 27-én tartja a Békés Csabai Jókai Színház.